hát üdvözlök mindenkit! Szervusztok! Hát hello, hello! Hello! Látjátok feleim szüntükkel, azért gyűltünk ma itt össze. Hogy engem körbe fussatok. Hogy kamuzzunk, mint állat. És igen, legyilkoljuk az összes többi másikat pusztán szeretetből. Ó, oh, valami történik, nagy villogás van. Meghalunk. Gyanús. Nagyon gyorsan kezdted el mondani ezeket a dolgokat. Igen. Jó, de gonoszok vagytok. Nem. Akkor Babi az. Nyomd a gombot. Ideje megölni a barátaimat. Igen, igen. De most vajon mi a fenét akartam mondani? Hogy lehet megölni valakit? Mi van, hogyha Gábor megölte magát? Ajaj, ajaj, húlom ez, oké. Okay. Van benne öngyilkosság is, arra nincs, arra van gomb? Nincs. Nekem gyanús vagy te, Kata. Gábor egyébként, aki velünk van, és lila unikornisnak öltözött a különleges alkalom. Én vagyok! Igen. Ő a más színházba dolgozik, meg ő nekem a kampányfőnököm, és én nekik kalapozok. Úgyhogy arra gondoltam, Gábor, amíg én elindítom ezt a kört. Igen. Mondjál már pár szót, légy szíves, a más színházról, hogy mit csináltok, meg ez miért különleges, amit ti csináltok. Hát mi a más színházban főként értelmefogyatékossággal élő felnőttekkel dolgozunk együtt, akik között egyébként van nem egy, nem kettő gamer, imádnak a mobiljukon játszani sokan például. Úgyhogy van azért ilyen szintű kapcsolat, és mi színházat csinálunk velük. Színházi foglalkozásokat, meg előadásokat, meg vegyünk diákokhoz is érzékenyíteni, de kicsit gondolkodtatni őket arra, hogy milyen sokfélék vagyunk, mint ahányféle az Among Us-ba is mi így öten, az öt kis karakterünkkel. Legalább annyi félék az emberek, de valószínűleg inkább még pár milliárddal meg lehet törözni. És így most mi beköltöztünk a Rádi utcába, és a Rádi utcában még rajtunk kívül van másik öt színház, és kitaláltuk, hogy akárha, mint hogy együtt játszanánk itt az Among Us-ban, mi majd együtt fogunk dolgozni. És csinálunk egy fesztivált, és most erre gyűjtünk, és ebben Tomás, aki a Twitch-es streamet is tolja, ő az egyik követünk, aki önnön arcával és személyiségével és szeretetével és mindenével gyűjt támogatásokat, adományokat arra, hogy ez a fesztivál ez megvalósulhasson, és a más színház meg ezen látható legyen. És milyen határidő van, vagy ezt mikor fogjátok zárni? 19-én zárul a kampány. Csak azoknak, akik még esetleg még szeretnének addig adakozni pluszba. Persze, 19-ig légy szíves adakozzatok még pluszba. Igenis. Különben. Én Gabit tudom igazolni, mert hogy az adminból, hát nem pontosan, de... Vagy várjunk? Nem tudom, mindenki gyanús. Annyira régen játszottam már, hogy nem tudtam, hogy kell a leveleket kiengedni a szellőzőből, és addig szórakoztam ott, amíg negyedjére, ötödjére sikerült, de nehezen erre nem megöl. Nem? Lemész elárol? Talma, hogyha te vagy az, akkor nézzél pirosan. Vagy írjál Steam-en. Az a lényeg, Talma, hogyha olyan gombot látsz a képernyődön, hogy kill, akkor szóljál. Jó. Láttam az egészet, kamerán srácok. Gábor volt. Ott néztem végig.
szemem láttára belezte ki a saját testvérét. Miféle ember az ilyen? Én meg tőlem menekültem elég. Mit tudsz felhozni mentségedre, te áruló? Ő kért meg rá. Pedig jól de? Álltam, csak egyik őtöket kellett volna még megölnöm. Nagyon jól csináltad. Szép volt, igen. Így csendben, súnyi módon. Annyira félelmetes volt, Gábor. Végig nem. Tőle kellett menekülnöm. Mindenhol ott volt. Nem hagytak a békén. Békében végezzem a munkámat. Már gyanús volt, mikor bementem abba a elektrikbe, hogy mondom, van itt valaki, akkor ebből csak baj lehet. Hát ott általában, igen. Jelentem, hogy öten néznek minket. Hello, hello! Öt egész ember néz minket, ez új rekord. Új rekord, igen. Majdnem annyian, mint mi vagyunk. Dance! 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 Hát úgy nézett ki ez a dolog, hogy a Gabi engem megkért tavaly előtt, ősszel, az biztos, hogy ősz volt, hogy lennék-e ilyen nagykövet, és akkor még úgy volt, hogy úszni kell majd, azért Szfimaton, mert hogy úszni kell. Csak közben jött a Covid, én elfelejtettem, és akkor egyszer csak szólt a Gabi, hogy na, akkor most kéne menni. És akkor mondtam, hogy hát innen már ciki visszakozni. De meg persze nem is akartam, tehát örömmel vállaltam el. És akkor az lett most, hogy nem úszunk, hanem sétálunk. Én sétálok, lehet futni, lehet biciklizni, mindenfajtát lehet. És hát az egésznek az a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet az ilyen összes kezdeményezésekre. És a nagyon-nagyon jó fej ismerőseink, rokonaink, barátaink meg adakoznak nekik pénzet. Elismertnek is adakozhatnak, hogyha például jót röhögnek azon, hogy hazudozunk itt össze-vissza ebbe a játékba. Babi, el tudod magyarázni nekem? Mi volt az oka ennek a különösen gyanús viselkedésnek, amit produkáltál? Azt, hogy néztem, hogy megölitek-e egymást. Néztem, hogy melyikőtök hal meg. De... Nem, az előbb annyira egymásnak estetek, hogy vagy Kata, vagy Tomasz, hogy Hát volt az imposztor, Tomi az imposztor! Nekem meggyőző volt a Tomasz, de így para, igen. Nem én vagyok az. Nézd meg, most megölöm a Gabit. Látod? Nem tudom megölni a Gabit, mert nincs ott a gomb. Szerintem meg a Gabi az imposztor. Nem, szerintem. Oda nézd, mindjárt megölöm. Gabi, menekülj! Bekergetem ide a sötétbe, mindjárt megölöm. Én futok! Kata, te izőlt, igen? Megmentett ki engem? Jó. Igen! De buták vagyok. Jaj, de buták vagyok. Mondom neked, hogy nem tudom megölni, nincs ott a gomb. Ez szép volt. De emlékeztek, hogy az elején még mondta is, hogy ő lesz megint. Szeretném, hogyha ez a stream számára is világos volna. Ez Kata felelőssége volt. Csak is és egyedül őt róla. Meg a tiattatok dobtak ki engem. Jó. De is nagyon keményen dobálóztál, Tomi. Csapat munka volt, igen. Hát mondhatok én neked akármit. Hát hol van a bizalom? Hol marad a bizalom? Hol? Gabi, majd szóljál, hogyha nem vagy imposztor, és akkor kérdezek a más színházból. Jó. A sokos. Tomasz feltűnően csöndben van. Ez azért van, mert mindenki írogat. Bocsánat. De a streamre a tanúm, hogy nem én vagyok. A baj, hogy nem skippeltünk. Oh. Én,
Én viszont tippeltem. Oh. Egyedül. És várjunk, akkor nem ő volt. Én vagyok a halál világok pusztítója. Jaj. Nagyon csúnyán ölt meg Gábor, pont jöttem ki. Fáj. Igen, látom, de... hogy ő ilyen bemondom, de hát ott van a szabotázs, és mondom, Úristen, Gábor az impostor. Az még jó pofa volt, ezt elmesélem. Beszéltük a Gabival, hogy és akkor hány kilométert vállalnék. És hát tudod, 8 hónap home office, nem mozogtam semmit, hát mondom, figyelj Gabi, én a legkisebbet, mert meg fogok pusztulni. És aztán valamiért én úgy emlékeztem, hogy a legkisebb a 100 kilométer. Mondom, hát az itt csak menni fog, majd rágyúrok. Babi, nem hagyod befejezni a sztorimat, most kell kinyírnod a hikomat? De egy élő egyéb. Ez olyan szép volt. Ezt még én is láttam. Ez nagyon csúnya volt. Ezt nagyon benéztem. Pedig Gábort olyan szépen öltem meg. Csak ugye nagyon szépen eltaláltál ott a navigációban. Igen. Repült a felső teste. Igen. Aztán utána belenéztem Thomas szemébe. Hello! Hello! Én azért ezt skippelem, jó? Nincs benned annyi tartás, hogy leszavazzál magadra, ugye? Hát nincs. Nem vagyok ilyen úrra. Most milyen sokszor voltál impostor? Szóval azt hittem, hogy 100 kilométert vállaltam, és akkor elmentünk sétálni egy szombatot, még a szünaton előtt a nőmmel, és lesétáltunk valami 10 kilométert, és azt hittem, hogy meghalunk. És mondom, hát ez borzalmas lesz, ezt így nem fogom bírni, hogy a fenébe hozok én össze 4 hét alatt 100 kilométert. És aztán rá egy hétre beszéltünk a Gabival, ilyen nagy eligazítás volt az egész kampányról, és akkor derült ki, hogy a legkisebb az 10 kilométer. Tehát, hogy én annyit vállaltam, és ezt lesétáltam egy nap alatt. Úgyhogy aztán... Egy hős vagy. Igen. Úgyhogy aztán felemeltem 30 kilométerre, az a ponty. És hogyha láttátok a Facebookomat, akkor tudjátok, hogy meglettem ponty múlt szombaton. Hát, gratulálok, és a képhez is. Életed képe. Köszönöm szépen. De az a helyzet, én nem szeretem annyira a pontyot, úgyhogy muszáj tovább mennem, muszáj még sétálnom egy kicsit, mert a következő szint az harcsa, az egy fokkal barátibb, vagy nem is tudom. Igazából engem nem győz meg se a ponty, se a harcsa, de a harcsának legalább van menő bajusza. Így van. Igen, tehát hogyha már ezek közül kell választani, akkor inkább harcsa. De az közben milyen extra menő, hogy ettől még el is kezdtél mozogni. Nem csak jó dolgot csináltam ezt, hogy gyűjtesz pénzt egy jó ügyre, hanem még neked is jó, mert én mozog. Persze, meg tudod azért, tehát, hogy ez egy kellemes időtörtés, itt a párommal körbesétáljuk Budapestet. Jelen, merre sétáltatok? Bocsi, hogy beleszólok. Csak nem tudja befejezni. Nem tudja. Babit megtaláltam az elektrikálban. Ott feküdt ketté vágva. Ez veszélyes hely. Ez a legveszélyesebb hely mind közül. Akkor azt gyanítom ez alapján, hogy nem Babi az imposztor. Egy zseni vagy egyébként, ezt nem tudom mondani. Na jó, igen, ezt elmondtam egy kicsit. Nem, majdnem megúszta. Engem majdnem meggyőzött. Nem, hát nem tudhattad, hogy valaki arra fog járni, amikor te éppen kiugrasztok. Á, igen. Rizikós. Veszélyes, igen. De hát miután kitörjük valakinek a nyakát az elektrikába, ez ilyen szinte kötelező. Jó. Ellenben te nekem gyanús vagy, Talma. Az, az igazság. De neked mindig gyanús vagyok, azt mondod. Szerintem azért gyanús neked, mert olyan csúnyán néz a szemével, nem? Igen, egy kicsit kompromittálva lett a szemöldököd.
Győzelem, te voltál Talma. Én. Te gyalázatos. Lent voltam a communicationbe, Talma meg fönt volt a fölötte lévő folyosón. Benézett, elment, visszajött, benézett, én meg nem mertem kimenni. Úgyhogy ott törögtem a communication közepén. Megölhetlek már? Megölhetlek? Igen. És most? Mondjuk te is nagyon csendben vagy. Eljövök innen is. Na megölsz, Gábor? Hogyan? Csak mondd, hogy hogyan és mikor. Itt és most. Lássa meg az egész világ. Csak bepróbálom. Hát igen, mert hogy itt voltál mellettem, és nem mozogott a csík. Te elvileg... Azt gondolod, hogy én vagyok akkor megint az imposztor? Igen, azt gondolom, hogy te vagy, és nem volt annyi vér a pucádba, hogy ezt beismerd az elején. Szerintem meg te vagy. Én azt akartam mondani, hogy én Talmát tanúsítom, mert hogy az elektrikából jött ki, és ez messze van a navigation-től. De így most már nem tudom. Itt szemeztünk megint egymással. Igen, mert féltem. Igen, én is. Kata, Gábor! Kata, add fel, láttalak beugrani a szellőzőbe a medikában. Mi? Csak nem tudtalak már riportolni. Mi? Hol? Egyszerre néztük Gabival a kamerákat, Kata ott meg volt. Biztos azt hitte, hogy csak egy ember állott. Kata, ne tagad. Gábor volt. Bye. Töri a nyakamat! Engem meg hátba szúrt! Nagyon köszönöm, hogy jöttetek. Ez fun volt. Ja. Meg hogy így is támogattatok engem is, meg a Gabit is, meg a más színházat, meg a Restart Festet. Hát mi köszönjük a lehetőséget. Jól van. Hát akkor jó éjszakát kívánok mindenkinek. Mindenkinek. Jaj. Piszkó, rumadáj, táj. Rumadáj.